elkészült a kiskörei Tiszahíd, katolikus hitoktatás, már csak pár napig lehet fizetni a régi 500 forintossal, előzzük meg a tüzeket a temetőkben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 29-én 18 óra 5 perckor. Befejeződött Magyarország egyetlen vegyes használatú közúti és vasúti átkelőjének felújítása. A kiskörei Tiszahídon a felújításnak köszönhetően zavartalan és biztonságos a közlekedés. Az átadáson Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára elmondta, hogy a híd bár még biztonságos volt, de leromlott a műszaki állapota. Így a magyar állam döntött arról, hogy a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Magyar Államvasutak ZRT közösen végezzék el a híd felújítását, melyhez 1,6 milliárd forintot biztosítottak. Egy olyan műtárgy átadás előtti pillanatában vagyunk, ami egy ritkaság a világon, ritkaság Európában, Európában három ilyen van, büszkék vagyunk rá, hogy nálunk van egy ilyen, és ez 760 méter hosszú híd, közös közúti vasúti híd itt Kisköre és Abátszaló közt, műszaki állapota leromlott az elmúlt időkben, de sok olyan ember volt, aki úgy gondolta, hogy ennek a hídnak ebben a formában nem csak jelen, hanem jövője van, megteremtették a hozzá szükséges forrásokat, és a Magyar Közút és a Magyar Államvasutak ZRT közösen elvégezte ennek a hídnak a felújítását. Az államtitkár a kormány út- és vasútfejlesztési programjáról szólva elmondta, a jelenlegi beruházás mellett az útprogram keretében 2024-ig 3200 milliárd forintot fordítanak a hazai közúthálózat korszerűsítésére, bővítésére. A MÁV ZRT számára, a társaságunk számára nagyon nagy öröm, hogy itt állhatunk ennél a hídnál, hiszen 2016-ban ezelőtt három esztendővel azt voltunk kénytelenek fontolgatni, hogy a hidat lezárjuk, tekintettel az elavult állapotára, az anyagfáradási jellemzőkre, a célvizsgálatok eredményeire, és ezzel azt mondjuk ki, hogy nincs tovább, de ez a döntés nagyon komoly horderejű volt, és nagyon-nagyon komoly erőket mozgatott meg jó értelemben, aminek eredményeként itt állhatunk egy felújított hídnál, amelyik újra életre kelt és szolgálja a térség lakóit. Nyitóban a néhány historikus gondolat a hídról. A 19. századi fahíd építések után 1906-ban létesült állandó hídszerkezet ezen a vasútvonalon, a Kálkápolna kisújszállási vasútvonalon, amely egyébként összekötő ága a két nagy fővonalunknak, a 80-as Miskolcinak és a Szolnok-Debreceninek. És ez a hídszerkezetből, ami akkor megépült, a mederszerkezet 60%-a ma is szolgál minket, tehát több mint 100 éves hídról beszélünk, és pontosan a problémák ebből fakadtak, hogy az avulási folyamatoknak a karbantartási módszerekkel már nem tudtuk gátját vetni, és ahogy államtitkár úr is említette, az egyetlen kuriózum az országban, az egyetlen közös közlekedési forma, amely közút-vasút vonatkozásában működik, ez a kiskörei Tiszahíd. A megépítését követően a két világégés során különféle helyzetekben mind a kétszer felrobbantották, és a maradék anyagból és egyéb helyről ide szállított hidroncsokból lett a híd összerakva és megépítve és szolgált a mai napig, egészen 2016-ig, amikor az a döntést, ahogy már mondtam, azt fontolgattuk, hogy lezárjuk. És akkor azt mondtuk a Vasútfejlesztési Bizottság előtt, én magam álltam akkor ott, mint hídosztályvezető, hogy három év van hátra a híd élettartamából, és az a három év az most telt volna le, tehát jelenben kellene arról intézkednünk, hogy ezt a hidat lezárjuk. Nem győzöm hangsúlyozni, az óriási öröm és élmény a társaság számára, hogy ez a híd életre kelt, és meg tudtuk a létét hosszabbítani minimum 10-15 esztendővel ezzel a beavatkozással, ami a fő szerkezeti elemeit érintette, pályaszerkezeteket, tartószerkezeteket ki tudtuk cserélni, korrózióvédelmet végeztünk el, nem részletezem, az összeg is elhangzott, 1,6 milliárd forint.
Hozzátette, a jövőben 2035 körül, amikor a mostani beavatkozás életciklusa lejár, akkor új, különválasztott közlekedési nemet kell megvalósítani, azaz új átkelési pontot kell építeni a Tisza felett. Hesz Gábor, a Magyar Közút Nonprofit ZRT fejlesztési és felújítási igazgatója szerint azért is nagy jelentőségű ez a projekt, mert a szerkezet esetleges lezárása az itt élők, közlekedők számára is drasztikus lépés lett volna, megnehezítve a környékbeliek életét is. F. Kovács Sándor, térségünk és városunk országgyűlési képviselője szerint a Tiszató szempontjából is fontos volt ez a beruházás. A két megyét összekötő hídra szükség van az ide látogatóknak, a turistáknak és azoknak, akik a megye déli részéről átmennek Heves megyébe. Mindig egy fontos átkelő marad a jövőben. Ez a kettős hasznosítású, több mint 100 éves híd közös összefogással valósult meg, ami példaértékű, fogalmazott a képviselő. Összeköti Jász-Nagykun-Szolnok megyét Heves megyével. Ez a híd fontos az itt élők számára. És elhangzott az, hogy ez a híd már olyan állapotban volt, hogy ki kellett volna vonni a forgalomból, tehát ki kellett volna vonni azok közül, a hidak közül, amely vasúti és közúti közlekedést biztosít. És Magyarország nem lehet olyan állapotban, hogy bármely hidat feladjon. Nem lehet olyan állapotban, hogy bármely olyan hidat feladjon, ami az ország keleti részét összekötő a nyugati résszel, amit Heves megyét összekört Jász-Nagykun-Szolnok megyével. Erre a hídra szükség van. És ebben az országban több hídra lenne szükség, nem csak erre az egy hídra. És elhangzott, hogy különleges ez a híd. Különleges közlekedési szempontból. De különleges és fontos számunkra is, hiszen szimbolikus jelentősége van ennek a hídnak. Szimbolikus jelentősége van a Tiszató déli része összeköttetésében. Rengeteg turista jár ezen a hídon. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő szerint a Közép-Tisza vidéknek, a Nagykunságnak és Délhevesnek egy elsőrendű összeköttetési pontja a Kiskörei Tisza híd. Mind az áruforgalommal, mind a személyforgalomban, mind a turizmusban komoly szerepet tölt be. Egy komoly, több éves munka összefogás eredménye az, hogy az 1,6 milliárdos beruházás megvalósulhatott. Fogalmazott a képviselő, aki úgy véli, célszerű elkezdeni egy következő beruházásnak az előkészítését arra, hogy mindenképpen bővíthető úgy a híd, hogy több gépjármű tudjon elmenni rajta. De meg kell őrizni a mostani formában is, mint turista látványosságot. Magyarország utolsó egyetlen vasúti, közúti közös használatú hídját. Annak idején jó pár évvel ezelőtt, amikor azzal szembesültünk képviselőtársaimmal, hogy itt a hídnál akár a lezárás is szóba kerülhet, az a szilárd vélemény alakult ki. Ez az én véleményem is, hogy ezt az értéket nem lehet veszendőbe hagyni, és a tájegység számára, az itt élő emberek számára a közlekedési lehetőségeket meg kell teremteni, fönn kell tartani. Így újult meg belső erőforrások átcsoportosításával, az érintett szaktárcák erőforrásainak átcsoportosításával, a MÁV-nak a erőfeszítésével, a közút erőfeszítésével, a híd, az idevezető úthálózat, a vasút rész, ami átmegy rajta, az őrház, amely biztosítja azt, hogy itt a megfelelő felügyelet rendben legyen, és még vannak olyan munkálatok, amelyek az elkövetkező időszakban is folytatódnak, hiszen ez a munka nem állhat le. Az az együttműködés, ami kialakult, valamennyi érintett, a Volán, a MÁV, a szaktárca, a vízügy, az érintett önkormányzatok között szerintem példaértékű. Jól látszott ez akkor, amikor a forgalom elterelése is megvalósult, a környékben élők is örömmel fogadták a híd felújítását, és elfogadták azokat a kellemetlenségeket is, ami mindezzel jár, azért, hogy ez a munka elvégzésre kerüljön, hogy itt legyünk most ebben a pillanatban, amely, ahogy említettem, a vidék fejlődése szempontjából is mindenképpen jelentős. A Karcagi Katolikus Egyházközség 4 település 25 intézményében van jelen hitoktatással. Már javában tart a tanév, a Györfi István Katolikus Általános Iskolában, ahol pedagógus hiány van, ami egyben hitoktatói hiányt is jelent. Így emberileg, tudásban, szakmailag jó hitoktatókat szeretnénk beállítani, mondta televíziónknak Gulyás Zsolt, plébános érseki tanácsos. 4 településen 25 intézményben kell jelen lennünk. Óvodákban, iskolákban, a református gimnáziumban is jelen vagyunk, és bizony ez nem kis feladatot jelent, 3 főállású hitoktatóval és egy nyugdíjas állásúval. Tehát jelen lenni
mindenhol alkalmazkodni nem könnyű. És ezért szükségünk van arra, hogy hát az intézmények is toleráljanak bennünket, tudjuk, hogy van, ahol kisebbségben vagyunk, de hát annak a pár gyereknek is, hogyha biztosítani akarjuk a hittant, akkor sajnos nekünk is segítségünkre van szükség. Nem azért, mert most mi ezt így akarjuk, hanem tényleg nehéz alkalmazkodni. Tehát ez egy külön logisztikai feladat, hogy mindenki ott legyen a megfelelő helyen, és hogy megtaláljuk. A Györfi István Katolikus Általános Iskolának a hitoktatása biztosítva van, tehát hogy semmilyen jellegű gond nincsen. Viszont azt tudniuk kell a kedves nézőknek, hogy ez az az iskola, ahol alkalmazkodnak hozzánk. Tehát, hogy majdnem az, mikor mindenhonnan meglátjuk az órarendeket, akkor tudunk esetleg kérni, hogy ja, hát ez itt nem biztos, hogy jó, hogy tudnak-e segíteni abban, hogy esetleg egy-két órát áthelyezzünk. Tehát sajnos a tanévkezdésnek a egyik nehézsége, és ez egyfajta türelmet igényel és kíván, mire kialakul a teljes végleges órarend. Lesznek olyan rendezvények idén is, ahová a város lakosait szeretnénk megszólítani. Ilyenek lesznek például a hangversenyek, estek, adventi időszak. A jótékony adománygyűjtés is folyamatos. A Máltai Szeretett Szolgálat napi élelmiszerosztást szervez, de a nagy ünnepek előtt is számíthatunk rájuk, s mellette több családi rendezvényt is szervezünk az év során, mondta el televíziónknak Gulyás Zsolt. Lesznek ilyen alkalmak, amelyekben szeretnénk meghívni olyan zenészeket, olyan kulturális eseményeket rendezni, amiben remélem, hogy a város lakossága is szívesen bekapcsolódik, illetve megtekinti ezeket az alkalmakat. Tehát itt a tanév folyamán, amik így lenni szoktak számunkra, a téli időszakban az advent időszakkal kezdődik el a karácsonyra való készület, szentcsaládjárás, aztán a roráték, azt is igyekszünk bevezetni, ha nem is minden reggel, de azért majd igyekszem én is helytállni ebben. Aztán az adománygyűjtések, a jótékonykodások, illetve hát a Szent Család vasárnapjához kötődően a jubileáns házasokat szeretnénk majd megünnepelni. És ugyanígy a húsvétra való készületben is, ugye most van a Máltai Szeretett Szolgálat, aki azt gondolom, hogy lassan kezdi betölteni a funkcióját, tehát hogy minden nap van élelmiszer osztás, az Aldi üzletből kapjuk ezeket az adományokat, amelyeket a segítők szétosztanak, de a Máltai Szeretett Szolgálatnak a munkája, tehát ezek nagy ünnepekre való előkészületet behatárolják, és a nyári programokban is úgy több dologban bekapcsolódtak. Tehát így az ünnepekhez kötődnének majd az eseményeink, tehát húsvétra majd a keresztút járás kint a Kálvári adomban, de akkor is van adománygyűjtés, és hát ezeket szeretnénk majd hírelni is, meg majd jobban odafigyelni rá, illetve amennyire tőlünk telik, annyira segíteni ezekben. A gyerekeket is szeretnénk majd ebbe minél jobban bekapcsolni. A Györfi István Katolikus Általános Iskolának megvan a maga kialakult rendje, ott is az ünnepek köré gyűlnek a lelki programok, szinte az egész évet áthatják. És hát itt is például tavaly volt először, hogy októberben rózsafűzért imádkoztunk a világ békéjéért, ugye a katolikus hittanosokkal. Az idén is merem remélni, hogy majd ebbe a ima hadjáratba be tudunk kapcsolódni. Aztán ugyanígy a adventi készületben a jótékonykodás, a kárpátai gyerekeknek gyűjtöttünk, az idén is szeretnénk majd erre jobban figyelni. És hát utána a vízkereszt ünnepe, iskolaszentelés, házszenteléseknek az időszaka jön, aztán utána a farsang időszak, aztán ugye a kiemelt program a Györfi hetek, ahol különböző kulturális programok is vannak. És utána tehát karácsonyi lelkinap, húsvéti lelkinap, tehát az ünnepekhez kötődnek ezek. Bár ami plusz, és amit szeretnénk, hogy a családokkal, szülőkkel szeretnénk jó kapcsolatot
kialakítani. Idáig is úgy gondolom, hogy jó, de szeretném, ha közvetlenebb lenne is, hogy valódi közösséget tudnánk képíteni. Vannak terveink, tehát jó lenne, hogyha egy ilyen családi napot, családi délután tudnánk szervezni. A terveink között szerepel, bízunk benne, hogy sikerül megvalósítani. Már csak pár napig, azaz 2019. október 31-ig használhatóak a régi 500 forintos bankjegyek készpénzes vásárlásnál, november 1-től az idén februárban megjelent, megújított 500 forintos címlettel lehet fizetni. 2019. október 31-én a Magyar Nemzeti Bank bevonja a forgalomba a régi 2018 előtt kibocsátott 500 forintos bankjegyeket. A megújított 500 forintosok a kibocsátásuk óta megfelelő ütemben terjedtek el a készpénzforgalomban. 2019. október közepéig az 500 forintos bankjegyek több mint 60%-a újakra cserélődött. A forint bankjegyekkel kapcsolatos változásokról, illetve a bevont fizetőeszközök átvilágításával kapcsolatos tudnivalókról a Magyar Nemzeti Bank honlapján részletes információk érhetők el, írta a jegybank televíziónkhoz eljutatott közleményében. Október végén és november első napjaiban sokszor riasztják a tűzoltókat, kegyeleti mécsesek vagy gyertyák okozta tüzekhez. Tavaly megyékben több temetőben kellett ilyen esetnél beavatkozni. A gyertyák és mécsesek nem csak a temetőkben, hanem otthon is veszélyes helyzetet teremtenek. Minden évben előfordul, hogy egy-egy minden szentek vagy halottak napja alkalmával meggyújtott gyertya miatt teljesen kiég egy lakás, vagy tűz keletkezik egy temetőben. Tavaly november elején több lakás is lakhatatlanná vált. A tüzet legtöbb esetben gyertya vagy mécses okozta. Tűz volt tavaly az abátszalóki és a karcagi temetőben is. Az idei ősz eddig szokatlanul meleg és száraz, emiatt az avar pillanatok alatt meggyulladhat. Ahhoz, hogy megelőzzük a temetőtüzeket, az alábbi szabályokat érdemes betartani. Tisztítsuk meg a sírhely közvetlen környezetét a száraz avartól, elszáradt virágoktól és koszorúktól, mert ezek könnyen lángra kapnak. Szabadban, csak tartóban lévő mécsest gyújtsunk meg. A mécsest úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen éghető anyag és ne tudjon felborulni. A mécses tartóban égő mécsest a sírtól való távozás után oltsuk el. Az évnek ebben a szakaszában a lakástüzek egyik leggyakoribb oka, hogy az égő mécsest, gyertyát vagy lámpás gyúlékony anyagok közelében helyezik el. A keletkező lángok pedig a függönyt asztalterítőn keresztül átterjednek a lakás más helységére. Fontos, hogy csak tűzálló anyagból készült alátétre helyezett gyertyát gyújtsunk meg. Ezzel ugyanis megakadályozható, hogy a mécses vagy a gyertyatartó átforrósítsa a környezetét. A meggyújtott gyertyát soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Olyan stabil helyre kell rakni, ahol nem tud eldőlni. A közeléből pedig minden gyúlékony anyagot el kell távolítani. Ha valaki a temetőben tüzet észlel, a saját testi épsége kockáztatása nélkül próbálja meg azt eloltani, vagy értesítse a temető biztonsági személyzetét és hívja a 112-es segélyhívó számot. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!